körös vidéki népművészet népi kézművesség szabad egyetemet szervezünk a városi könyvtárban, illetve egy külső helyszínen indítunk majd. November 27-én, 28-án, 29-én kerülnek sorra ezek a programok, amelyek a városi könyvtár és az Elkel művelődési ház egy közös projektje keretében valósulnak meg. Ezt a részét a könyvtár szervezi kifejezetten. Elsősorban azokra számítunk, akik felnőttek, és hát mondjuk az sem hát, hogyha valaki nyugdíjas a programba bevont személyek száma miatt, ez fontos számunkra, de mindenkit természetesen szeretettel várunk. A november 27-i kezdés alkalmával az Elkel Emlékházban Liszk András előadását hallhatják meg a Körösvidék kialakulásáról, majd Nagy Adriánnek az előadása következik a hagyományos fűszernövények német népi orvoslásban való használatáról. Ezen az esten egy kísérő programként körbejárjuk majd az Elkel Emlékházat. November 28-án délután 15 órától itt a Városi Könyvtárban első alkalommal Grósz Györgynek az előadását hallhatják majd. Ő a megyei románság, illetve a magyarországi románság ének, zene és tánchagyományairól fog majd beszélni. Őt követi majd Harangozó Imre, aki viszont általában a Békés megye népeinek a hagyományait mutatja be. Ezen az estén egy nagyon érdekes kísérő programot választottunk, 18 órától itt fönt a Városi Könyvtár olvasótermében a Power Beat együttes koncertje lesz. A záró szabad egyetemi nap pedig november 30-a péntek lesz, ezen a napon is 15 órától indítjuk majd az előadásokat. Első alkalommal Szél János tanár úr beszél a hagyományos tárgyi világáról az Békés megyében élő népeknek, majd ezt követően Martyin Emiliát hallhatják, aki a magyarországi románság népszokásairól, hagyományairól fog beszélni. És ezen az este megint csak egy különleges záró program lesz, amely hát azt gondolom, hogy különlegességnek számít, hagyományos ételek új megjelenését mutatja be, de arra nem főzésre kell itt ebben az esetben gondolni, hanem zöldség- és gyümölcsforgásról. Hódosi Krisztián és tanítványai tartanak majd egy különleges bemutatót lent a földszinti előadóterminben, és hagyj egy ezzel meg mindegyik programunk ezeken a napokon ingyenes, szeretettel várunk mindenkit, és akinek kedve támad, még egy kis büfével is szót fogunk tudni szolgálni.